Mezőkövesd önkormányzatának a Magyar Állam és az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló vonzó és élhető városi környezet kialakítása Mezőkövesden című projektjén belül épül meg az új piaccsarnok. Mára már elkészültek az üzlethelyiségek, az udvar alapozása. Az elmúlt hetekben is feszített tempóban dolgozott a kivitelező az udvar burkolásán. Azóta elkészítettük a tetőszerkezetet, befejeztük. Itt gondolok ugye a tetőszerkezetépítés, cseréfedés, illetve a bárdagos munka, lemezfedés. Most folyamatosan készítjük a üzletcsarokban, illetve a WC blokkban a hidegburkolást, illetve a festést, valamint az udvaron a térburkolást. A homlokzaton nyilás kereteket terméskőből burkoljuk körbe, illetve a lábazatot. Ez elvégezte után kezdjük a homlokzat színezését. Az udvaron a térburkolás után, amit most üzembe előre gyártjunk az árusító asztalokat, azt majd burkolás után fogjuk elhelyezni. Valamint a külső csapadék gerincet fejeztük be, illetve most jelenleg a belső utat csináljuk. Az utolsó két hétben ugye itt van a átadás, befejezzük a hidegburkolási munkákat, belső festési munkákat, valamint jövő héttől elkezdjük a belső gépész, illetve elektromos szerelvényezést, és lényegében meg is vagyunk a piaccsarnok építésével. A felépült, impozáns piaccsarnok előreláthatólag július 30-a után nyitja meg kapuit az árusok és a vásárlók előtt.